Üdvözlöm kedves barátaim, Hare Krishna, remélem, hogy lehet hallani. Most befejeztünk a szentpétervári kis missziót, ott voltunk 3 éjszakát. Jó program volt, volt kirtan, nem voltak sokan, majd látjátok a videón, mert másnap szombaton volt Szekér Fesztivál, vagy Ratha Yatra, ott pedig többen voltak már. Másfél ezer, 2000, és az is az jó program volt, sok ember volt, és finom dolgok voltak ott, meg jó program volt. Aztán tegnap már nem tudtam menni, tegnap is volt egy program, de egy kicsit derekom, már 2 hete nincsen jól, de tegnap már nagyon nem volt jó. A lábamra, jobb lábamra is egy kicsit hat, és ezért inkább maradtam kicsit gyógyulni. Akkor ezen kívül ennyi volt igazából Szentpétervár, még elmentünk belvárosba egy kicsit, mert nagyon szép város, ugye ez a cár Péter építette nagy részt. Akkor csináltunk egy pár képet, 9 milliós lett, hogy már 10 milliós város. Nagyon szép, nagyon igényes város, jó néz ki. Sok jó ember van. Akkor látjátok a központot is. Ja igen, még voltunk egy Brahmacharya ashramban, az is fogtok látni, ami jó, igényes, jól néz ki, szépen néz ki, és akkor ott is voltunk, az eléggé jó. És akkor most ennyi volt, most megyünk Moszkva keresztül, Belgradba. Ott leszünk 2 napig, és utána onnan elmegyünk tovább Krasznodár, Fekete-tenger, ez is Moszkva keresztül. Szóval megyünk 2 éjszaka, 3 éjszaka, és megyünk tovább. Rendben, akkor nézzétek a videót, és majd találkozunk. Hare Krishna! Itt van jobbra a Brahmacharya ashramban. Bozsitva Nitaisa Chinandana. Nitaisa Chinandana murtik vannak. Holnap reggel megyünk oda és megnézünk. És akkor így laknak, egy kis udvarba zárt. Itt akik laknak, ilyen ezotériukos emberek, a Veda Village, látjátok? Itt nem cigiznek, akik itt laknak, nem isznak alkoholt. Come with me. És most megyünk, Namaruchi Prabhu megy elől, orosz Namaruchi Prabhu. Főzött nekünk, nagyon lelkes, 4 órán keresztül főzött, és nagyon kérte, hogy jöjjünk ebédre. És most megebédeljünk nála 8 féle preparációt. Itt van a házi oltár. Это мой друг. Нам зачем-то оставил. Говорит, я сейчас пока. Еще курица, киш, конь, хомс. Konyhán is nagyon jó kis kép. Itt vagyunk, üdvözlünk benneteket. Jöttük, és itt van a tulaci szentlélény. Lehet, aki nem tudja, hogy írjon, aki tudja, hogy milyen a tulaci, a gyerekek játszanak. És akkor itt van. Tulaci, meg ez szép, szépen nő. Nagyon szép Szentpétervár, hát igazából van. Gyerekkoromban nagyon sokat jártam ide. Kedvelt városom, hát olyan, mint a bazilika, csak 4-szer olyan nagy, mint Budapesten. Ezt úgy hívják, hogy Iszákész kis szabor. Egy ilyen szentpétervári bazilika. Hát hatalmas, nagy.
Itt nagyon érdekes, most próbálják nektek nagyítani, látjátok a lukokat. Ez még a második világháborúból maradt. Mert a németek, ha bár nem bírták ide bejönni a városba, de mindig bombázták. Kolta? 148 ezer ilyen ágyú lőszert lőtték a Szentpéterváron Leningrádra. Nagyon szépen egy kis pihenő van, a belváros, hát itt nagyon nagy a belváros, fél Budapest ez a belváros. És akkor itt a Cár Péternek van a szobor, majd mindjárt másik oldalról is megnézünk. És ott van a folyó, nyilván folyó azon az oldalon, majd megnézünk. És akkor majd japázunk egy kicsit előtt itt a városba. Holnapra készüljünk a Rathajátra. Megy, az majd gyorsul, csak ez a hátuljon, és akkor így felemelkedik, olyan szárnyak alatt vannak, az a neve, hogy kamenta, nem tudom magyarul, hogy mondják. Üstökös, azaz. Itt most nem tud gyorsan menni és felemelkedni, mert nagyon alacsonyak a hídak. Ezek a hídak ott a közepén szokták nyílni, ez az egyik, és ott van a vár, az erő, amit látjátok, azt az arany, valamit. Itt pedig, ami nagyon érdekes, Kunz kamera, vagy ilyen palóta, ahol a Cár Péter gyűjtött a világ szerte mindenféle kétfejű embereket, háromlábú, négy karú, nagyon sok mindenféle furcsa embereket, és azokat itt berbalzsamozták, meg ilyen alkoholban valami tárolnak, és még mindig működik, lehet, mint a múzeumban bemenni, megnézni a karmát, milyen karma létezik, milyen emberek voltak már akkor, hát most is vannak. De az jó, hogy egy helyen van összegyűjtve a karmájuk, meg lehet nézni, de mi nem fogunk menni, mert nekünk lelki programok lesznek. Így megy pont ez a üstükös, amit most ezelőtt meséltem. Pont van szerencsék megnézni, aztán nem túl nagy szerencsém, mert nem Istent látunk. Igen, és akkor már jöjjtelnek hidalá. És itt van egy oldalra van egy híd, de onnan jön a folyó. És akkor látjátok milyen széles, nagyon széles. Ott van a Petra Pavelska Krepest, itt az első Szentpétervár első városa, ott kezdődött, a Cár Péter itt építette, és akkor igen, az nagyon széles ott a Nyivá folyó, mert itt van, nem látjuk, de itt van egy másik híd, mert mindjárt oda sétáljuk. És akkor itt van a testvérem, Viktor. Itt van akkor az a másik híd, ami esetleg, és itt a híres Ermitás, amit téli palotának is neveznek. Majd megnézzük ott belső udvarát is egy kicsit. Megnézzük, hogy az helyett, hogy Istenre fordítsanak a pénzt, hogy minden siker legyen. A királyok csomó pénzt a saját élvezetre költötték. Igen.
érkeztünk egy ilyen nagyon kisebb utca, nem olyan 5 perc, lehet, hogy 10 perc belvárost, az a közel van, de sajnos olyan kicsit furcsa helyen van itt a központ. Itt voltunk, énekeltünk egy kicsit, van egy kis felvétel, de állítva csinálta a testvérem, unokatestvérem ott van, csinálta állítva a felvétel, de még gondoltam, már elmentem, de visszajöttem, mert megmutatom. Azért ez egy nagyon jól néz ki, ilyen kis, hát egy ilyen büfének neveznek, kávézónak vagy sütizónak, de hát nálunk ez már étteremnek neveznek, nézd, ilyen kis édességek. Jó néz ki, de? Egy baktának egy gyára, és ő gyártja ezeket. Jó, akkor itt vannak ilyen meleg dolgok. Hagyina, ami magyarok nem nagyon szeretik. Lesz gyerek is. És akkor itt mindenféle teák, ilyen gyógyteják vannak. Te meg de viengrisz nem vagyok. De viengrisz. De viengrisz teják. Készülnek bakták, volna beszélni. Akkor ott van a templom szoba az ajtó mögött. Kusznak! Kusznak! Oké, okay, bakták, itt vagyok, üdvözlöm, Hare Krishna!